Új célokat kellett megfogalmazni a járvánnyal sújtott hónapokban a megye 2. számú választókerületében is. Ez a térség is megérezte a gazdasági visszaesést, az elmúlt években növekvő foglalkoztatási adatok most megtorpantak. Nyíregyházán például az a korábbi 3%-ról több, mint 4%-ra, az Ibrányi és Tiszavasvári járásban 6%-ról közel 9%-ra emelkedett a munkanélküliek aránya. Vinnai Győző országgyűlési képviselő szerint is ezen kell majd legtöbbet dolgozni jövő évtől, az ugyanakkor kedvező, hogy a beruházások üteme nem lassult. Hangsúlyozta, a legszembetűnőbb pozitív változást a nyugati elkerülő jelentette, ami nagy segítséget nyújt a közlekedőknek és jelentős tranzitforgalomtól szabadítja meg Nyíregyháza belvárosát. A megyeszékhelyen jövő évben is tovább javulhat a közlekedés. 2021-ben elkezdődik a Tiszavasvári úti felüljáró teljes korszerűsítése. Emellett már a Tokaji úti aluljáró tervezése is folyamatban van. A választókerület kisvárosai is eredményes éven vannak túl. Tiszalök, Ibrány, Rakamaz és Nyírtelek nagyon szépen fejlődtek az elmúlt időszakban. Az uniós forrásokat most fejezik be, például Nyírteleken a Zöldvárost, amelyre a Királytelek, Vigadó és környékének megszépülését, átalakítását jelenti. Tiszalökön már megtörtént ez a Zöldváros program, nagyon szép lett a belváros, a Városház előtti tér. Ibrányban is a szociális rehabilitációs program, szociális bérlakásokat is építettek ebből a programból, csapadékvizet, kerékpár, utat, körforgalmat. Tehát itt is alapvetően az infrastruktúra újult meg a kisvárosokba, vagy akár energetikai programokról is beszéltünk, amely most futott ki. Tiszalökön még most van folyamatban egy ilyen energetikai program. Tehát ezek azt mutatják, hogy érdemes vidéken élni. A fejlesztések, valamint a különböző családtámogatások együttesen pedig egyre kedvezőbb és kiszámíthatóbb jövőképet adnak a fiatalok számára ahhoz, hogy helyben maradjanak, tette hozzá Vinnai Győző. A képviselő hangsúlyozta, az 5000 főnél kisebb települések nagyon aktívak voltak a Magyar Falu Program pályázatainak lehívásában. Számos település részesült állami forrásban temetői felújításhoz, utak, járdák rendbetételéhez, közterületek korszerűsítéséhez. Ennek köszönhetően a közfoglalkoztatás is nagyobb létszámú volt, a különböző projektek által a választókerületben több mint 3000-en végezhettek értékteremtő munkát. Hozzátette, a térség gazdasági stabilitása szempontjából nagyon fontosak voltak azok a fejlesztések, amelyek az idegenforgalom területén kezdődhettek el. A turizmus a kormány kiemelten támogatja, elsősorban a belföldi turizmust, ismerjük a pandémiás helyzetet, és ezért Tokaj és Nyíregyháza térsége az ország 11 kiemelt turisztikai térségének egyike lett, és ebből 9 település a választókerületemből bekerült, tehát Nyíregyháza mellett Tiszadob, Tiszadada, Tiszalök, Tiszavasvári, Rakamaz, Balsa, Szabolcs és Gávavencsellő is bekerült. Ez azt jelenti, hogy itt a turizmust akár a szabad strandok fejlesztését, vagy a Tisza mentén a nyaralóhajó programot, kerékpárút fejlesztést, szálláshelyek bővítését kiemelten támogatja a kormány. Az ágazathoz és a térséghez egyaránt kapcsolódó hír, hogy Tiszavasváriban hamarosan egy 50 szobás szálloda építését kezdik meg, a helyi gyógyfürdő pedig 7 új medencében lesz gazdagabb, egy közel 2,5 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően. Vinnai Győző hozzátette, az idegen forgalmi fejlesztések Nyíregyházán sem maradtak el, megvalósul a jégkorszak beruházás az állatparkban, a külterületi kerékpárút hálózat pedig tovább bővülhet. Az országgyűlési képviselő kiemelte, a tervezett fejlesztésekhez jó alapot ad, hogy elfogadták az új Európai Uniós költségvetést. Így az eddig rendelkezésre álló programok 2021 és 2028 között is lehetőséget biztosítanak a településeknek terveik megvalósításához.